Ó, füst van, ott meleg is. Márpedig azért öltöznek a bonyhádi tűzoltók menet felszerelésbe, mert a város egy épületében füstöt jelentettek, akkor pedig tűznek és melegnek is lennie kell a helyszínen, ahova a tűzoltók már el is indulnak. A csapat egy része szereljen egy sugarat kívül. A bonyhádiakra gondoltam. Bonyhádiaktól két fő még bemegy segíteni az ófalusiaknak. A tűzoltó parancsnok eligazítást tart a helyszínen. Egy ház konyhájában ütött ki tűz, egy személy bent van, valószínűleg eszméletlen, illetve a gázpalack a konyhában bármelyik pillanatban robbanhat. Gáz elzárva, egy személy a helyszínen betartózkodik, a mentését megkezdik véde. A tűzoltóknak ez a mostani mondhatni mindennapi káresemény, jelen esetben azonban szerencsére nem élesben, hanem egy gyakorlat keretében kell menteniük és oltaniuk. A gyakorlat célja az volt, hogy konyhában egy hölgy tüzet gyújtott, ő bent ragadt, sérültként kihozták, és a tüzet a kiérkező tűzoltók eloltották, és egy gázpalackot is kihoztak, meg a hölgyet is. Ez egy számunkra ismeretlen helyszín volt több helységgel, és így a tűzoltók nem tudtak előre fölkészülni a bent lévő feladatokra. A gyakorlatot a bonyhádi hivatásos, illetve az ófalusi és bonyhádi önkéntes tűzoltók együttesen végzik. Az éles helyzetek szimulálásán és mentési gyakorlaton kívül másik fontos célja a mostani eseménynek, hogy az emberek jobban megismerjék a tűzoltók munkáját, illetve hogy az önkéntes tűzoltók feladataival és hatáskörükkel is jobban tisztában legyenek. Egy esetleges káresetnél kint vagyunk, nem tudják általában az emberek megkülönböztetni az önkéntes tűzoltókat és a hivatásos tűzoltókat. Az önkéntes tűzoltók abból másak, mint a hivatásos tűzoltók, vagy a nevében is benne van, hogy önként vállaljuk azt, hogy más emberek segítségére menjünk és segítsünk rajtuk. Szeretnénk, hogyha esetleg minél többen kedvet kapnának ehhez, és esetlegesen jelentkeznének önkéntes tűzoltónak, szívesen látnánk őket. A tűzoltó gyakorlat fennakadás nélkül gördülékenyen és profi módon zajlott. Idén a bonyhádi tűzoltók további gyakorlatokat szerveznek, illetve terveik között szerepel, hogy a nagy közönségnek, magánembereknek, iskolásoknak előadásokat, tűzvédelmi oktatásokat szervezzenek. Ezzel is vive nem csak a sok esetben életeket mentő információkat, hanem bepillantást is adva az önkéntes és a hivatásos tűzoltók munkájába, mindennapjaiba.